David Coulthard pedig még mindig nem akar kijönni, nem? Coulthard még mindig nem jön. Azt nem hiszem el, de ez Gumi már nem bírja ki. Mennyit ment Coulthard, te jó ég? Hát gondolj bele, 46 kört. Hát ezt nem értem. Ez nagyon sok. Tehát ez... Trullynak viszont nő közben a hátránya Schumacherékkel szemben, tehát azért a Ferrari sok most erősebb tempóra kapcsoltak. Liuzzi viszont elkezdte Rosberget üldözni. Tekergeti a kis kütyüjeit így 308,6 km/h-nál. Az nagyon komoly ilyenkor ennél a tempónál elkezdeni lenézni. Szóval 6 kör van még hátra a 73 körös versenyből, amikor is Mihály Schumacher vezet, Massa a második, Fisichella a harmadik, Alonso a negyedik, Ralf Schumacher az ötödik, Rubens Barrichello a hatodik, aztán jön Trulli és Coulthard, mármint ki a boxban. David Coulthard, kérem szépen, szerintem világcsúcsot állított föl. Azt mondja, hogy az 30, az 43, 47 kör? Igen. Szép. Most olyan nagyon extra horror üzemanyagot se kell már kapnia, mert persze. 25 kör van hátra. Na, hova jön vissza? Christian Horner, a Red Bull Racingnek a csapatvezetője szerintem valamit nagyon kimatekozott. Na. Körhátrányban volt, de... Ez Rosberg? Igen. Rosberg elé érkezett meg David Coulthard, tehát az az előzés, amit nem tudott a pályán megoldani, azt megoldotta a boxba. És aranyosan megérkezett. Na ezek itt hárman nagyon komolyan el lesznek egymással, kérem szépen. Ott a háttérben még a Renault majd el kell engedniük, hogy teljes egészében magukra maradva itt el tudjanak szöszölni egymással.